Biszák László festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás Bátaszéken a Művelődési Házban. 30 éve hobbiként indult nála a festészet, ami már a hivatásán nőtte ki magát. Gyerekkorában apai nagynényétől látta először, hogyan születik meg egy kép a festővásznon. Ez a látvány és az olajfesték illata, ahogy a művész fogalmazott, nagyon beégett az agyába, ami aztán hosszú évekig élt benne. Én már óvodába, általános iskolába, én már arról álmodoztam, hogy egyszer festő leszek. És 20 évesen festettem egy-két képet, tényleg kettőt, azt hiszem, de az annyira sikertelen volt, mert nem volt, aki segítsen, nem volt, aki irányítson. Csak egyszerűen a akkori papírboltba vettünk egy doboz olajfestéket, ilyen készletet lehetett kapni, és megpróbáltam. Ez eléggé visszavetett a hitembe, de viszont 30 éves koromban kerültem Szekszárdra, és megismerkedtem Cseh Gábor festőművésszel. És hát felkuncsorogtam magam a műtermébe, és akkor néztem, ahogy dolgozik, és mondtam, hogy Gábor, én is szeretnék festeni, hogy segíts ebbe. És ő hozta az első festékeket nekem Pestről, a művészellátóból, mert akkor még így nem lehetett kapni. És gyakorlatilag akkor indult el valami 30 évesen, de akkor még nagyon hobbi volt. Akkor még dolgoztam, gyerekeim kicsik voltak, tehát a család a munka volt az első, és 2000-ben jött az életembe egy olyan változás, ami lehetővé tette, hogy onnantól fogva szinte csak ezt csináljam, és hát ezt csinálom. Tehát azóta nem kanyarodtam el, csak ezzel foglalkozom, és egyre mélyebben mászok bele. Isten igazából a táborok voltak nekem az iskolák. Táborokba festettem, nemzetközi táborokba, törökökkel, németekkel, horvátokkal, szerbekkel, bejártam Erdélytől kezdve Isztambulig, mindenfele voltam, és ezt mind-mind a festészetnek köszönhetem. A nagyokkal tudtam festeni, hogy kint professzorok, meg ilyen, tehát én szerintem közelükbe sem mehettem volna táborokon kívül, de hát így jó barátságok születtek, meghívtuk egymást kölcsönösen, úgyhogy ez az én iskolám. Az Alföld sivártájai, a Gemenci erdő fái, árterei mind nagy hatással voltak rá, ezeket az élményeket és látványokat vitte vászonra a kezdeti időkben, majd az évek előre haladtával kezdett más típusú és témájú képeket is festeni. A kiállításon megtekinthető egy különleges technikával készült festmény is, aminek az elkészítését személyes élmények is inspirálták. Ez egy vegyes technikával készült kép. 2-3 évvel ezelőtt volt nálam egy forgatóstáb, egy angol felkérést teljesítettek, alkotókat kerestek meg, és felvették a munka folyamatát, és azt hiszem mai napig meg lehet nézni valahol a neten, ilyen 3-3 és fél perces felgyorsított változatban. És gyakorlatilag ezt a kamerák előtt kellett megcsinálni, és ez azért is kedves nekem, mert hát én Gyulán születtem, ott nőttem föl, és készültem ennek a képnek az elkészítésére, és direkt gyulai újságokat kerestem, és ráadásul még a stábból, aki jött, hölgy, a producer, az is gyulai volt, a Szigeti Fanni, és hát engedélyt kértem tőle, hogy esetleg munka közben az ő fotóiból használhatnék-e valamit, és nagyon örült neki, és gyakorlatilag ő Szigeti Fanni, ez pedig gyulai képek. Ez a szobor itt, ez a orosz emlékmű, és ez az utcánk sarkán volt, úgyhogy én gyerekkoromban ide jártam koszorúzni minden, és akkor innen szöktem mindig haza. Nem kellett megvárjam a végét, visszamennem az iskolába, és ez egy ilyen vegyes technikával készült, amit lehet, vagy érdemes tudni róla még, hogy ez újságot, tehát anyagot önmagában nem hordoz, hanem ez úgy történik, hogy egy bizonyos anyaggal fel van ragasztva az újság vagy a fotó a faroslemezre, és utána az le van mosva, úgyhogy gyakorlatilag csak a nyomdai anyagot tartalmazza a festéket. Tehát nem megy tönkre, látványos, és utána lehet így öregíteni, belefesteni. Ha nem sikerül, újra lehet csinálni egy jó alapozás, és újra lehet próbálni. Tehát, és szerintem egy érdekes dolog.
A festményeiben több stílus és technika fedezhető fel. Nem kötelezte el magát egyetlen irányzat mellett sem, és pont ez miatt sokszínűek a képei. A kiállításon a tájképek, csendélet és az állatokról készült alkotások között megtalálhatunk szürreálisabb hangvételű festményeket is. Legtöbb munkához van egy történet vagy egy vízió, ami előidézi az alkotások megszületését, mondta el Biszák László. Amikor az ember alkot, akkor egy ilyen, sokszor egy ilyen önkívületi, idézőjelben mondom, önkívületi állapotba kerül, egy ilyen eufóliás hangulatomban, és mikor kész van egy kép, akkor az olyan, mint egy lelki orgazmus. Tehát egy nagyszerű érzés alkotni, létrehozni valamit, megcsinálni valamit, és én embereket szerettem volna itt ábrázolni a térbe. Ez egy ilyen vízió, hogy a boldogsághoz vezető út. És azok az emberek, amik már ott felemelkednek, azok már be az eufóliás hangulatban vannak, állapotban. És én is ezt éltem át a kép alkotása közben. A kiállítást 2022. január 7-ig lehet megtekinteni a Bátaszéki Művelődési Házban.